Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket újra a Liriope stúdióból, így két hét szünet után. Elérkeztünk a nagyon izgalmas és közkedvelt hatodik csakrához, ami nem más, mint a harmadik szemcsakra. A harmadik szemcsakrának az elhelyezkedése az itt a homlokunk közepén, így a szemöldök vonaltól egy kicsit följebb középen helyezkedik el, és azt mondják, hogy ez a csakra egy ilyen indigó, kékes, lilás, magentás szint sugároz ki, és az agyalapi mirigynek az energiája sugározik így ki előre, de a tobozmirigyt is társítják hozzá. A csakrának az igazi neve ázsnyákja, aminek a jelentése a felszabadulás kapuja. Maga az ágynál szó jelentése érzékelni, tudni, és van még egy másik jelentése is, ez pedig a tudáson túli kerékvilág. Miért tudáson túli? Azért, mert ugye, mivel harmadik szem, az igaz, a tisztánlátást társítják hozzá, ezen kívül az intuíciót és az önuralmat. Én is megfestettem nektek itt több színben, és ugye a fizikai látásunk az a szemünkön keresztül zajlik, és maga ez a tisztánlátó szem, azt is a fizikai szemmel szokták ugye rajzon ábrázolni. Ezért csináltam a nagyméretű, hagyományos virágmintást, ahogy ontja ki magából ezt a kicsit magentás színt, és csináltam nektek egy kisebb mandalát is, aminek próbáltam ugye magának a szem formáját, mint egy mandala, a tudáson túli kerékvilág, ontja ki magából a magasabb, univerzális tudást felénk. Ugye, mikor döntéseket hozunk a mindennapi életünkben, akkor ezeket a döntéseket tudattalanul is érzelmi minták alapján hozzuk, akkor is, ha egy racionális döntésről van szó. Ezt ugye úgy lehetne elképzelni, mint hogy van egy hátizsák rajtunk, ami tele van pakolva mindenféle érzelmekkel, mindenféle dolgokkal, amit átéltünk az életünk folyamán, előítéletekkel, családi háttérrel, neveltetéssel, iskolázottsággal, dühvel, haraggal, más emberek véleményével, tehát rengeteg mindennel, és ez így rakódik ránk folyamatosan. És minél erősebb ez a csakrád, és minél jobban aktiválva van ebből a hátizsákból, annál több dolgot ki tudsz dobálni, és egyre kevesebb lesz belőle. És annak, akinek ez a csakra teljesen megnyílik, neki ebből a hátiságból ez az összes cucc, ez a puttony, ez eltűnik, és egyszerűen korlátok nélkül tud gondolkodni, és egész másképp látja a világot. Azt is mondják, hogy mikor ez megnyílik, akkor olyan, mintha a vakok között te látó leszel. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas csakra, róla is lehetne rengeteget beszélni. A lényeg az, hogy ezeket az érzelmi minták, ezek nagyon bekorlátoznak minket, a gondolkodásunkat, és azt, hogy hogy látjuk a világot magunk körül, mint egy ferde tükör tulajdonképpen, ezt hívják ugye a meditációban a megosztottság állapotának is, és hogyha megnyílik ez a csakra, akkor ez a megosztottság teljesen eltűnik, és az ember sokkal tisztában látja maga körülött a dolgokat, az ok-okozati összefüggéseket. Ezt a csakrát lehet stimulálni, ugye indigó kék színnel, magenta színnel, meditációval, jogával, ugyanakkor azt is kell tudni erről a csakráról, hogy akarattal nem nyílik meg magától. Azért nem nyílik meg, mert ez a tisztánlátás, ez már egy annyira erős energia, és olyan hatalmas tudás van e mögött a csakra mögött, hogy ahhoz, hogy te elviseld, vagy tud kezelni ezt a rengeteg fényt és tudást, ami megjelenik benned, mikor ez a csakra megnyílik, nagyon erősnek kell lenned. Tehát csak annak nyílik meg, aki már elég erős ahhoz, hogy ezt a fényt magához tudja venni, és tud vele úgymond élni. Úgyhogy akinek erős ez a csakrája, minél erősebb, annál jobban növekednek az olyan képességek, például a telepátia, az intuíció, a vizualizáció, tehát hogyha te vizualizálsz és erős ez a csakrád,
akkor a vizualizált képek egyre gyorsabban valósulnak meg az életedben, itt az anyagi világban. Tehát tényleg ez egy olyan, mint a vakok között látó lenne az ember, egyfajta megüdvözült állapot, hiszen olyan dolgokat látsz már előre is sokszor, ugye sok felfedező, sok kutató olyan eredményeket ér el, mert vizualizál és előre lát dolgokat úgy, hogy a többiek még nem látják. Tehát ez egy nagyon nagy tudás birtokába kerül az ember, amikor ez megnyílik teljesen, és tényleg látja az összes okozati összefüggéseket. Úgyhogy hát én ennyit szerettem volna, ez is egy hatalmas irodalommal bíró csakra. Én nagyon-nagyon szeretem, és mivel most közelegnek az ünnepek, én tényleg azt kívánom nektek, hogy itt az ünnepi rohanásban, családlátogatásban, ünneplésben tényleg legyen időtök magatokra arra, hogy lepihenjetek, lenyugodjatok, és éljetek a vizualizáció lehetőségével, hiszen ennek a csakrának ez a legfontosabb mondani valója és az ereje, hogy vizualizáción keresztül rengeteg mindent, rengeteg jó mindent be tudsz az életedbe vonzani, és meg tudsz valósítani. Én kívánok nektek áldott békés ünnepeket, még tartozom nektek egy videóval, azt jövőre fogom megtenni a korona csakrával, ő lesz az utolsó csakra, és én nagyon-nagyon élveztem eddig, azt gondolom, hogy tudtam neked egy kis tudást átadni a színekkel és a csakrákkal kapcsolatban, és ha most vizualizáltok, akkor az is arra is jó, hogy például a jövő évet hogy szeretnétek megtervezni, milyen dolgokat szeretnétek elindítani, vagy mit szeretnétek befejezni, vagy miben szeretnétek például jobbak lenni. Úgyhogy kívánok nektek boldog karácsony, és nagyon boldog új évet! Sziasztok! Sziasztok! Jövőre találkozunk. Hopp, ez nem marad. Sziasztok!